Karácsony Gergely hadat üzent az autósoknak. A Mi Hazánk mozgalom szerint viszont a szélsőséges sebességkorlátozások csak növelnék a dugókat és ezáltal a légszennyezést. Emelkednének a szállítási költségek, így az árak is. Ez nem egy zöld gondolat, inkább egy sötét-zöld javaslat, balliberális álmokfutás, amit Karácsony Gergely művel. Az önkormányzatoknak inkább törvényes kötelezettségével, a parkolóhelyek biztosításával kéne foglalkoznia, és a metróvonalak meghosszabbítása is szükséges volna. Az autópályák bevezető szakaszainak sebességkorlátozása helyett inkább azok ingyenességének visszaállítását kellene szorgalmaznia, és az M0-ásét is, azonban a főpolgármester láthatóan inkább a dugódíjat szeretné megalapozni a torlódások generálásával, hogy újabb sarcot szedhessen. Karácsony Gergelynek hiányzik egy kereke, teljesen eszement ez a javaslat. Például a 20 km/órás sebesség korlátozással még a biciklisekből is szabálysértő gyorshajtók lennének. A balliberális pártok választási programjában nem szerepelt ilyen elképesztő korlátozás, ez a szavazóik átverése, és szakmailag is nonsens, közlekedéspolitikai zsákutca. Demagóg indoklás, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben, hiszen az csak a közlekedés teljes betiltásával lehetne elérni, és a súlyos balesetek okai eddig is inkább az extrém gyorshajtások voltak, a 100-150-nel száguldozókat nem befolyásolja, hogy 50-es vagy 70-es tábla van kint, csak a szabálykövetők életét keseríteni meg a főpolgármester. A gépjárművek műszaki színvonalának emelkedése például a ABS fékrendszer általánossá válása biztosítja, hogy folyamatosan csökkenjen a balesetek száma. Viszont a járda szintre emelt gyalogos átkelő helyek nem csak fokoznák a torlódásokat a zöld jelzésnél is szükségessé váló durva lassítással, hanem károsítanák is a gépkocsik futóművét. Az autók alacsonyabb sebesség fokozatban többet fogyasztanak, tehát a sebesség korlátozás növeli a légszennyezést. A kivonulós szolgáltatások, például a szerelők díja is növekedni fog, ha egy nap alatt kevesebb helyre jutnak el. Az pedig nem kerékpárút hálózat, hogy sárga csíkkal összemázolnak egy fő útvonalat, és elveszik például a nagykörút felét azoktól, akik súlyos gépjárműadót fizetnek, illetve az üzemanyagok is jelentős mértékű adó terheli, tehát joggal várják el a gépkocsi tulajdonosok, hogy tudjanak kocsival például bevásárolni menni. Az ülői úton pedig a bicikli utak mellé váratlanul betontömböket tettek le az egyes sávok közepére a gépkocsik terelése gyanánt, ami rendkívül balesetveszélyes is. Karácsony Gergelynek úgy tűnik, hogy a kijárási korlátozás közepette, még csúcsidőn kívül is sikerült dugókat létrehoznia a belvárosban és a nagyobb főútvonalakon a bicikli utak túlzott felfestésével. Ezek a sebességkorlátozások pedig már egy egészen általános balliberális álmokfutást jelentenek. Ennek része az is, hogy Soproni Tamás 6. és Niedermüller Péter 7. kerületi polgármester kitiltotta a kerületük egyes részeiről az átmenő forgalmat. Ez egy olyan balliberális álmokfutás, ami azt jelzi, hogy például Niedermüller Péter számára már nem csak a keresztény, fehér, heteroszexuális férfiak az ellenségek, hanem ellenségnek tekint minden autóst is. Mindezekkel egyetértve annyit egészítenék ki a Mi Hazánk mozgalom budapesti elnökeként, hogy természetesen ezekkel nem értünk egyet mi sem. Szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy a biciklizésnek a véleményünk szerint nagyobb része az szabadidős biciklizés, így értelemszerűen sokkal nagyobb érdeksérelemmel jár ennek a bicikliútnak a bevezetése, ugye az autósok és a közlekedők számára, mint az a néhány biciklis, aki valóban itt áthalad. Azok a szabadidős biciklisek természetesen, akik szeretnek biciklizni, és talán jó magam is közéjük tartozunk, azok nem a belvárosban, nem a csúcsforgalomban fognak biciklizni. Az a pár biciklis talán eddig meg tudja oldani a mellékutcákban a közlekedést, akik itt körülöttünk is elhaladnak.